De képzeljétek el, én nem tudom, mióta dolgozom ezzel a rubás anyaggal, teljesen ki vagyok, mármint úgy vagyok ki, hogy annyi, hát sőt, már előtte, már amikor fordítottam és csináltam a feliratát, ami még nem ment ki, a dagadt csajszí, a tasira anyagot, hát én már attól kész vagyok, mármint hogy annyi többlet energiát kaptam belőle, hogy olyan vagyok, mint a perpetuum mobile, mint akit Duracell nyúszít, mint akit felhúztak. Állandó, folyamatos hullám energiák csapnak át rajtam, kiver a víz, és ez most nem a klímaxom, hanem tényleg érzem, hogy hullámok mennek át rajtam. Igen, tehát már kezdődött a sírával, hogy nagyon sok energiát kaptam tőle. Ettől nem tudtam aludni. Egész éjjel, gyerekek, teljesen megfordult. Először csak, de cseng a jobb fülem most erre. Ezt nem tudjátok elképzelni, milyen energiákban vagyok, ez valami őrület. Egyfolytában adás megy, sípol, hullámok, nem hagynak aludni. Először az volt a tasira után, hogy megfordult a bioritmusom, reggelig, reggel 8-ig, reggel 9-ig. Egész éjjel tudok dolgozni, őrület, úgyhogy nem vagyok álmos. És rengeteg mindent tudok megcsinálni. Tehát és ezzel csak kezdődött. És akkor utána a délelőtt lefeküdtem, mit tudom én, 9 órakor, és aludtam 1-2-ig. 9-től 1-2-ig, az nem tudom mennyi. Ilyen 3-4 óra. Oké, és már dzsing, megint fenn vagyok, és már megint pörgök, és folytatom. És ahogy az aruba anyagokkal is dolgoztam, attól is valami extra sok energiát kaptam. Hú, mint hogyha bekerültem volna egy csatornába, ami nem enged ki energetikailag, hőrület. És ez a nem alvásom és éjszakai munkám ugyanúgy egész éjjel folytatódik, reggel 9-10-ig ledőlök, és 1-2 órát alszom csak, és már megint fent vagyok, és már megint dolgozom. Most ráadásul takarítok is, gyereknek is kaját, de kutya, mi egymást, plusz a munka, plusz szimultán a munka, csinálom ezt, csinálom azt. Egyszerre viszem mindegyiket a fejembe, meg technikailag is ugye dobom össze, rakok össze olyan gyorsan annyi cuccot, hogy én nem tudom, bazd meg. Csak hogy meddig bírja ezt a biológia, arra vagyok kíváncsi. Ja, és már még a tasira előtt kezdődött tulajdonképpen, akkor kezdődött, hogy először a hárban tesók. És én, ezt kimondom, és akkor meg az az energia jelenik meg, a hármunk tesók. Úristen! Ez most tök jó, mert élesbe tudom tesztelni, hogy amit kimondok, az az energia jelenik meg, és mindegyiket máshogy érzékelem. A három tesó energiája, mondom, hogy azt hol érzem a testembe. Ha zsibbad a szám, ez az első, úgyhogy jobb össze leszek, tudok beszélni. Igen, nagyon dobog a szívem, és hátulról jött egy hatalmas nagy hullámenergia, előről dobog a szívem, lüktet a homlok, a halántékom, az egész fejem, teljesen elzsibbad az egész arcom, fejem. Hú, ég a talpam, ömlik át a talpamon valami energia, ez a hármunk energiája a tesóimmal. Szóval olyan kakaókat kapok, ez most már a harmadik volt, amit elmondtam, hogy, és mindegyik másféle energiatípus, máshogy érzékelem, és máshogy tart ébren, és máshogy tart munkában.
Isten hozza csala világába. Jó, most képzeljétek el, felvettem ezt a pár percek bejelentkezést, élmény és tapasztalás megosztást, hogy hol tartok most, meg hogy vagyok az energiákban, és arra lettem figyelmes közben, hogy ahányszor visszahallgatom, megint jön, hát nem hiszem el, megint, elnézést, megint persze leszek, megint elzsibbata, de egyre brutálabbul zsibbad el az arcom, és a szám, ez a legelső, ami mindig jön. Ugye ezt én régről ismertem, ez régen mindig a krisztusi felettes lelkem szintjével azonosítottam be, tehát én azzal tapasztaltam először, tehát ez a mondjam úgy minimum krisztusiba egy másodperc alatt bekerül, ha már megint jön a szénégés, és azt akartam mondani, hogy amikor elkezdtem visszahallgatni, csak hallgattam, és megint megjelent ugyanaz a három különböző energia, és megint, és még erősebben éreztem. Tehát, és mind a három, azt szeretném most ezzel nektek prezentálni tulajdonképpen, hogy tehát, hogy mennyi energia, mennyi szintű energia lehetséges számunkra, amiből kakaót kapunk ahhoz, hogy működjünk, mindegyik más szintű. Ugye ebből a legerősebb és a legszebb teremtői energia az az eredet tesóimmal összeadódott energiám, tehát halljátok ki belőle, amit üzenek. Mivel én eddig ugye nem kaptam igazán valós, tizen akárhány éven keresztül nem kaptam igazi valós eredett tesóimat, nem tudtam igazából megtapasztalni, hogy milyen érzés, hogyha tényleg jó minőségű, már elég jól kimunkált, ugye az egyikőjük a Sabina Sangita 11 éve, vagy 12 éve Sabina Sangitár szlovákiai oktatója a Krajon iskolának, tehát eredetben van 11-12 éve, ebbe az energiában megy. A másik testvérem meg ugye a csillagnemzetségek szintje, de így hárman együtt nagyon jól kiegészítjük egymást, és nagyon jól meg tudjuk tolni egymás energiáit három oldalról. És ez a legerősebb. Tehát én, amit most tapasztalok, akárkivel, bármilyen párkapcsolataim voltak, messze, a kanyarban nem voltak ehhez képest, egyik se. Tehát azok se, amik már eredett párkapcsolatok voltak, és most is, hogy beszélek, lüktet a kezem, ahogy fogom a telefont, ahogy felmondom a hangot, mindenem lüktet. Azt érzem, amíg az eredeteimről beszélek, és az eredet összeadódott energiánkról beszélek, ez azt kell tudni, hogy mi tényleg elkezdtük egy hármas csetbe összetolni az eddigi információinkat, hogy kik vagyunk. Tehát mindig, amikor jön egy téma, akkor mindegyikünk bedobja, hogy neki abban mi a tapasztalása, ő abban hol tart, meg, és most már elég sok mindent összetoltunk. Ehhez megosztottam velük azt a tizen, akárhány évben lerajzolt ugye az összeadódás szintek, rózsaszín képet. Tehát ugye róluk azt kell tudni, hogy az egyikőjük, Sira, ő csak szlovákul, németül és franciául beszél. A Sohanész, tesókám Ingrid, ő pedig szlovákiai magyar, de jobban beszél szlovákul, magyar, töri a magyart. És ezen kívül németül beszél ő is. Hát én meg ezek közül egyiket se. És mégis, ugye csak a magyar az Ingriddel a közös nyelvünk, viszont
Mivel én annyira profi vagyok már, hogy mindenféle nyelven tudok mindenféle fordító programmal kommunikálni, ugye chatben kommunikálunk, úgyhogy én ráálltam, hogy minden, amit írok, azt az ő, ami a legerősebb nyelvük, ahova születek, szlovák nyelv, és arra fordítom, és Ingrid visszaellenőrizte, hogy tényleg jól fordít, 95%-ban teljesen jól értik, amit úgy írok. Nekem meg ugye szintén ott van a gyorsfordító, csak bejelölöm, és ott helyben fordítja nekem a szlovákról, úgyhogy megegyeztünk, hogy szlovákul kommunikálunk. És ez így nagyon jól működik. Mondjuk, hogyha életbe kellene találkozni, akkor nem tudom, hogy milyen nyelven tudnánk egymással beszélni. Bár már egy kicsit előadtam nekik abból is, hogy milyen volt az, amikor kicsi gyerek, másfél éves kislány eredettesommal találkoztam, és én megszólaltam a mi kozmikus nyelvünkön. Mondtam ki egy pár elég ilyen rigmusos hangzókat, amiket én akkoriban nyitottam ki magamba, már eredet szinten, jó, csak most így mellékesen zárójelbe, füstölök, lángolok, színné égek, tehát így a hajam sistereg, a haj hagymáj, minden körülöttem kb. Így pattognak az energiák, nagyon brutál, szakad rólam a víz, csak attól, hogy most erről mesélek. Huff! Tehát Isten hozott minket, ilyen az, amikor valósan eredet az eredettel, eredet szinten. Hiszen én, hogyha jól begyakorlott vagyok arra, ja igen, nem fejeztem be, hogy a kicsi lánytesom visszaválaszt, tehát még a saját anyanyelvén, a magyar anyanyelven még nem beszélt a kicsi, de az én nyelvemen nekem visszaválaszolt a babakocsiból, döbbenet. Úgyhogy lehet, hogy ezekkel a tesóimmal el fogok oda jutni, hiszen mind a kettő tök jó szinten van, lehet, hogy el fogunk oda jutni, hogyha találkozunk, hiszen nekem erről, hogy a saját nyelvünkön fogunk beszélni. Wow, ez például lehet egy tök jó teremtői cél számunkra, és közös szándék. És igazából volt már erről tapasztalásom, amikor energiamunkán voltunk Rómában, ott volt az, hogy a kisbaba is megszólalt, akiről ugye kiderült, hogy eredettesom, Merlin Miriel kislányő is, és volt egy Mara a csoportban, sőt, volt egy Mihály Mirieles Szorelja, aki szintén, ahogy én elkezdtem mondani azokat a csillagnyelvi vagy kozmikus nyelvi teremtői hangzókat, amiket kellett, mintha megnyomták volna bennük egy gombot, ugyanúgy tudták és tudtak rá terszelni, amikor munkában voltunk. Tehát erre ez is példa, hogy tudjuk azokat a nyelveket, amikor abban az összeadódott energiában vagyunk, tehát amikor olyan valódiakkal vagyunk, akik valódiak számunkra, és azon a szinten lehetünk valódiak, akik mi tényleg eredet szintig valódiak vagyunk, akkor ott mindenkinek megjelenik, olyan természetesen beszél azokon a nyelveken, és úgy reagál, minthogyha tegnap hagyta volna abba. Ez is benne van, értitek? Wow! Ha már itt vagyunk ebben a témában, akkor folytatnám, és nektek is javaslom, hogy bármiben mentek, bármivel foglalkoztok, mindig egyből legyen magasabb, és még magasabb, és akár még annál is magasabb, és akár a még annál is magasabb nézőpont, ahol hogyan tud ugyanaz a számodra dugiba tapasztalás, egyéni tapasztalás, hogyan tud még hasznosulni. Mitől lesz ez még több? És visszacsatoltan, visszaáramoltatottan számodra is még több, és még több, és még több. A tágulásban, felfelé, lefelé, kifelé, befelé. És erre is mutatom ezt a példát, hogy a bennem lévő kozmikus gazdasszony, mondjam úgy, a
hogyan hasznos ez még számunkra, kik számára lehet még hasznos, hogyan rakjam formába, rendezem formába, és kikkel osszam még meg, melyik csoportommal. Nyilvánvalóan teljesen jó és fontos, hogyha megosztom a bemozgatás az örök életáramlás a csoportba, hiszen ott haladtok az eredetetekkel, és akik még ott vannak, most jelen pillanatban, ugye ott is erős a fluktuáció, tehát jövés-menés van, benéznek, kinéznek, azt hiszi, hogy neki ez mégse kell, és vannak, akik pedig megmaradnak, és haladgatnak szépen, csendben, finoman, apró lépésekkel, de teszi a dolgát, és veszi ott az adásainkat. Ugye most legerősebben a Vajana tétaanyagokkal megyünk. Miért? Azért, mert hihetetlen fontos számotokra. De hogyha a fordító csoportunkat nézitek meg, ugye, akik a hármas tagi előfizetők, az Asaján a megvásárolt workshopokkal mennek, és ahhoz jár, és amiket ott rakok, most ugye megint a Shift Masters Aruba 2014 májusi anyagot dolgozom fel, és annak a kézikönyvét, vagy a munkafüzetét, vagy a manuálját, mondjam úgy, és azt fordítgatom, oldalról oldalra, amit láthattok a hármas tagiban videókat, amiket kirakok, élőket a workshopról, annak az információja érthetően a kézikönyvben van leírva, ami hozzá tartozik, a struktúra ábrák, és ezt fordítgatom minden amikkel workshopok haladunk, azokat ugyanúgy kalauzba rakom, és lehet benne velem együtt jönni, hiszen hihetetlen izgalmas. Most ez a májusi workshop, ez a 2014 májusi workshop, az Aruba, tehát egy idő után majd te is meg fogod tanulni, hogy hogyan emlékeztetjük magunkat röviden az aktuális workshopokra, és hogy abban mi a téma, tehát hogyha kimondom azt, hogy Aruba, akkor egyből kapcsolni fogja neked, és tudni fogod, hogy itt lesz majd szó a kecskeagyról, itt lesz majd szó nagyon sok olyan információ, amiket most fordítottam, és beraktam, és ugye amit szerettem volna érzékeltetni, hogy ennek is van egy energiája. És ehhez is kapok nagyon sok energiát. És most, hogy erről beszélek, gyere be velem, és figyelj te is egy kicsit magadra. Főleg, hogyha ott vagy a hármas tagiban, és esetleg belenéztél ezekbe az anyagokba, esetleg bármennyit megnéztél az eddig felrakott workshop videókból, teljesen mindegy, csak most gyere ide be velem, hiszen mindig az van, amiről beszélünk, amire a figyelmet rakjuk, annak az energiái jelennek meg. Nincs olyan, hogy a majd. Amikor arról beszélek, az mindig az az energia van jelen, és éppen az működik, és vesz körül, és burkol be. És ennek az Aruba workshop aktivál, ugye itt is nagyon sok aktiválás történt. Tehát még egy előre szinte a fel se fogom, de hihetetlen fontos, és ráadásul összeér Vajana anyagával, amivel a bemozgatás, az életáramlása örök élet csoportban megyünk az eredetekkel,
a letöltések, a tudatalatti átprogramozása, az idegpályákról való ezek a vastag kötegelt idegpálya sinnyeiteknek a törlése, az információ törlése, a megtanulni, a tudom milyen érzés ezek nélkül, a programok nélkül élni, több szinten, több síkon, ugye, ahogy a tétában tanuljuk, de aztán megyünk tovább, hogy minden olyan szinteden, ahol még ez hatott rád, vagy hat rád, hiszen mindig minden felülről teremtődött számunkra, tehát az, amit itt lent te most tapasztalhatsz, annak mindennek van egy legfelsőbb gyökere, ahonnan vetül a történet, és egyszerűen nem lehet ezt a hármasságot, ahogy megyünk, hogy eredetben megyünk, Asajana és az Őrzők Szövetsége anyagaival megyünk a jelenig, a folyamatos aktiválások, earthing, tehát a föld szinkronban, a felemelkedési folyamatban, ahhoz kapcsolódó szintekkel, és az, amiket én köré rakok, akár a Vajana anyag, ami szintén ezt támogatja meg, az alulról tol neked, alulról bont téged, a Vajana anyagok jönnek rá a struktúra és a magasabb szintű információk oldaláról, és az egészet azt pedig te és mi, mint eredetek fogjuk össze. Tehát ez egyszerűen, Ha nincs meg ez a minimum alap hármassági tudatosság szint benned, akkor semmi más, alacsonyabb szint, tehát igen, hát lássuk be, azok az alacsonyabb szintjeid, frekvencia szintjeid, tudatosság szintjeidnek nincs hova, hol gyógyulni, hol integrálódni, hol összefelé tartani, hogyha nem vagy felette, nincs meg a felette levő struktúra, nem vagy felette is tudatosságba, egyszerűen fényéveket oldozgathatod, játszogathatsz különböző alacsonyabb szintű teremtési szinteken, kapaszkodhatsz bármilyen kapcsolati szintjeidbe, megélhetési szintjeidbe, mind véges, mind valameddig létezik számodra, és hihetetlen nagy energia befektetés, lásd, mit mond a régi 12 fénytestes Ariel anyag tesirával, hogy iszonyatos nagy energia befektetés, hogy a 3-4D-det elkülönülve tartsd saját játékotként, azt hiszed, hogy a saját játékotként az összes többi felettes részettől és a saját teremtései többi részétől, és hogy ilyen elkülönültségben rögzítsd magad. Ez rettenetesen sok energiát von el tőled, hogy ezt az elválasztottság illúziót fenntartsd. Igaz, hogy ezt mondta? Jó, és akkor nem rám kell mutogatni, hogy nem Sana mondja. Ezt Ariel Tashira mondja már 30 éve, 35 évvel ezelőtt óta. Értitek? Jó? És azt szerettem volna még mondani, ugyanez már 9 perc, mindegy, végigmondom itt, hogy az eredetek, a bemozgatás az örök élet áramlása csoportban, amikor beérkeznek az eredetek, ugye ott rakom föl az a legmagasabb teremtői tudatossági összeadódott terünk, annak a belső, legbelső bizalmi köre, magja, az eredet csetünk, ahol a napi történéseket dolgozzuk fel, és a napi teremtésekbe támogatjuk és segítjük az eredet társainkat, akik velünk együtt összeadódó társteremtők. Jó, de amikor oda beérkeznek eredetek, és én mindig látom, és fel is raktam pár hónappal ezelőtt, akik akkor ott voltak eredetek, mindig csinálunk egy összehúzó eredet, összehúzó kört, aki nem érti, mert nem érti, még az se, hogy miért fontos, és miért értékes az, ha tudod, hogy mi az eredeted,
Erre jó példa most az, hogy én itt élőben mutatom, hogy melyik szinten, kikkel, melyik szinten teremtesz, és annak mi az energetikai tapasztalása, mit hogy érzel. Az egy dolog, hogy mit hogy érzel, hanem mit tudsz velük teremteni. Óriási különbség, hogy van egy 3D-s családi papás-mamás történeted, és te ott akarsz teremteni azokkal, azon a tudatosság szinten. Annak megvan a törvénye. Tessék letölteni a törvényeket, a teremtői tudatosság szint törvényeket. Ugyanúgy, mint ahogy én, nekem nem kellett letölteni, én ezt gyárilag hoztam, aki kíváncsi rá, szívesen átadom, aki nem, az meg úgy marad, és úgy teremt magának, amiről azt hiszi, hogy ő okosan teremt, vagy lehet, hogy nem is akar okosan teremteni, értitek ezeket? Annyi félék vagytok, annyira bonyolult ez az egész, hogy mindenféle szintekről érkeztek be, hát mindenkinek a saja legyen úgy, ahogy te akarod, ugye engedjük meg neked, hogy játsszál és tapasztalja a saját szinteden, senki nem erőltet senkire semmit. Ez egy alaptétel. De aki jön, és aki akarja tudni, az viszont megkapja az információt, de csak az. Jó, és tehát, hogy az... Abban a csoportban, a bemozgatás, örök életáramlás a csoportban, amikor felraktam az eredeteket, és egyből mozdult. Erre példa most az enyém is, hogy milyen érzés az, amikor összerakjuk az eredeteket, de aki nem kíváncsi rá, vagy még nem nyitott erre, vagy még nem érti, hogy mekkora teremtői energia, és egyáltalán energetikai kakaó, milyen szinteket érsz el, és ott mekkora energiák vannak. Tehát nem tudsz elfáradni, ugye? Erre volt most például ez az egész, hogy nem alszom, és tehát ez a három szint, amin most megyek, mind a három szinten annyira sok az energia, mindegyik információs és tudatossági szinten, hogy egyszerűen képtelenség, hogy a biológiai forma nem hogy kifacsarodik, kipurcan, hanem többlet energiája van, amit folyamatosan bele kell rakni valami produktumba, valamit létre kell hozni belőle, ha értéket, valódi, itt már ugye szellemi értékekről beszélünk, szellemi és energetikai manifestált értékekről, amikor anyagokat rakok össze, vagy amikor fordítok a anyagokat, és, de ezt egész levihetjük a fizikai teremtésig is, hogyha arra van szükség, hogy a fizikai szinten jobban meg legyünk tartva, vagy egy komfortosabb helyen tudjunk létezni, akkor oda csoportosítunk át. Mondom még egyszer, olyanok vagyunk, mint egy kozmikus energetikai gazdaszony gazda. Tehát az energiákkal, hogy mit, hol, miből, mennyit, hova csoportosítunk, azt is mi határozzuk meg, hogyha tudatosak vagyunk rá. Jó, tehát ez már 14 perc, hú, nagyon sok lesz, úgyhogy itt most abba hagyom, lássuk, hogy ez mennyire segít titeket, reagáljatok rá.